Izsák megházasodik. Ábrahám és fia Izsák Kánaán földjén élt. Isten vezérelte oda sok-sok évvel korábban, feleségével, Sárával együtt. Izsák már Kánaánban született. A táj szép, a termőföldek és legelők dúsak voltak. Sára már meghalt, Ábrahám pedig nagyon megöregedett. Így szólt magában. Szerető feleséget kell találnom a fiamnak, aki majd gondját viseli. Ne maradjon egyedül, ha én meghalok. Tudta, hogy Isten az ő népének szánta Kánaán országát. Eszébe jutott rokonsága, amelyet valaha messze földön hagyott. Volt egy jó embere, aki egész életében hűségesen szolgálta. Magához hívatta, és így szólt hozzá. Menj szülőföldemre, rokonaimhoz, és hozzál feleséget a fiam, Izsák számára. A szolga még sose járt a távoli Babilóniában. Aggódva felelte. Hát, ha nem akar a lány velem jönni erre a földre. Ábrahám biztosította, hogy Isten majd megmutatja neki, hogyan cselekedjen. A szolga felkészült a hosszú útra. Gazdája 10 tevét küldött vele, hátukon drága ajándékokkal, hogy az ismeretlenek láthassák majd, a kérő gazdag. Az út forró, sivatagos tájakon vezetett. Uram, Ábrahámnak Istene, rendezd el szerencsésen a dolgot, fohászkodott a szolga nap mint nap. Végre megérkezett, megpihent az árnyékban, a kút közelében és várt. Alkonyatkor kijöttek a lányok a városból vízért. Egyiküktől inni kérek majd, szólt magában a szolga. Ha jó szívvel ad, és tevéimet is megitatja, abból megtudom, hogy Isten őt választotta Izsák számára feleségül. Megpillantott egy nagyon szép fiatal hajadont. Lement a forráshoz, megtöltötte korsóját, és ismét feljött. Ő megszólította. Hadd igyam egy kis vizet a korsódból. Így áll, uram, felelte a lány, és oda nyújtotta neki a korsót. Megvárta, amíg eleget ivott, majd így szólt. Merítek tevéidnek is, míg tele isszák magukat. Megörült a szolga. Tarisznyájából gyűrűket vett elő, átadta neki, és megkérdezte. Hogy hívnak? Van-e hely atyád házában, hogy ott töltsük az éjszakát? Nevem Rebeka, felelte a lány. Szalma és takarmány bőven van nálunk, és hely is éjjeli szállásra. A szolga hálát adott Istennek, hogy rátalált Izsák jövendőbeliére. Elmondta Rebekának, hogy Kánaánból jött. Ábrahám küldte, mert saját népe lányai közül akar feleséget kérni a fia számára. Rebeka szülei még gyerekek voltak, mikor Ábrahám elment Babilóniából. Mégis emlékeztek, hogy annak idején milyen tisztelet vette körül. Most megértették, hogy a házasság Isten akarata szerint való. Hiányozni fog nekünk a lányunk, mondták, de határozzon ő maga. Megkérdezték, akarsz-e elmenni ezzel az emberrel? Akarok, hangzott Rebeka válasza. Másnap Rebeka útra kelt szolgálóival Kánaán felé. Napszálta volt, amikor megérkeztek. Izsák odakint sétált a mezőn. Amint a lányt meglátta, megörült szépségén. Rebekának is megtetszett a délcegi fiú. Gyere, atyám Ábrahám házához, szólt Izsák. Rebeka örömmel követte, és boldog volt, hogy a felesége lesz. Ábrahám is nagyon megörült, mert látta, hogy Isten jó feleséghez segítette a fiát. Így jött létre az a házasság, amelyből az Úr ígérete szerint később az egész választott nép származott.